Kicsit komoly a megfogalmazás szerintem, de... De ugyanakkor most nem ülsz itt a körünkben, és azt mondtad, hogy nem is szeretnéd ugye az arcodat vállalni. Ezt tulajdonképpen miért nem? Az elején ilyen visszatérő poénnak szántam, tehát így, hogy mindig kitakarja valami épp az arcom, csak amint egyre több videó lett, észrevettem, hogy egyre kevésbé megvalósítható ez a poén, és hát amiatt is takarom az arcom, úgymond, mert hát nem vagyok egy ilyen igazán hogy mondjam, média személyiség szerintem, hogy utcán leszúrítsanak, hogy valami. Még lehet. Tehát főiskolás is vagyok, úgyhogy ha ott kiderülne, akkor ennyi szóval nem lenne nyugalmam. Úgyhogy szerintem egy ideig még ez lesz a terv, de hát úgy tervezem, hogy folytatom ezt a maszkos dolgot, de szerintem se tudja, mi lesz belőle. Jó, hát akkor tényleg örülünk annak, hogyha folytatod, és tényleg kíváncsian várjuk a további videókat is, és köszönjük szépen azt, hogy velünk voltál. Nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget. Oké. Hello. Szia. Érdekes, izgalmas. Ugye én az elején nagyon kritikus hangot ütöttem meg, másfelől pedig most, onnantól fogva, hogy ez a fogyasztóvédelem dolog előjött, nagyon tudok lelkesedni. Azt is hozzá kell tennem, hogy egyébként egy kereskedelmi tévé kérdezett meg, hogy na hát milyen annak egy képviselő, hogy na hát mit tudnék ajánlani az, ami mondjuk egy kereskedelmi tévébe jól megy, és hát aztán utána még meg sem néztem olyan az oldalt, korábban egyszer-kétszer ellátogattam, és aztán mondtam azt, hogy na, ez biztos jó lesz, mert ezt fogják falni ugye a kereskedelmi tévék nézői. És aztán rá kellett jönnöm, hogy hát ez valójában tényleg egy jó dolog, tehát egyrészt mulatságos, másrészt pedig onnantól fogva, hogy ez nem az a bizonyos fikázás kategóriája, hanem tényleg egyfajta fogyasztóvédelmi hangot üt meg, ez tényleg egy jó dolog. De ugyanakkor rengeteg más értelme és értéke is van ezeknek a videóknak. Attól eltekintve, hogy jól vannak megcsinálva. Tehát a kedves készítőnek így láthatóan is üzenem, hogy jól csinálja a filmeket, tehát ügyesek a vágások. Nagyon gyorsan és könnyen elfogyhatott volna a néző, hogyha unalmas a film, vagy a vágások nem adnak újabb és újabb nevetnivalót bele. Ez szerencsére nem történt meg egyébként. Ebben egy kicsit különbözik az amerikai eredetétől, mert ott a show elemeket más adja. Tehát, hogy ő rengeteget belevisz ezekbe a játékokba, amik még izgalmasabbakat teszik. Sőt, ahogy oldalról értesültem, gyakorlatilag több 100%-kal megnövelte a játék értékesítését, azáltal, hogy tudósított róluk, mert mindenki más érdekelni kezd, hogy mi ez a hülyeség, és én is akarok játszani vele. Na de... Tehát effektíve poénként vették, igen, és ez egy jó reklám vettek, volt. Igen. Annak, hogy hát reklám, nem reklám. Egy negatív reklám is reklám. Igen, negatív reklám is reklám. Ugyanakkor hozzájön ehhez egy olyan jelenség is, hogy ez most nagyon úgy fog hangzani, mintha egy esztéta mondaná, de voltak éppen az is volnék, hogy egy kicsit kiábrándultunk ebből a mainstream kultúrából. Tehát most már a szemét is sokkal inkább izgalmasabb, mint az, amit hivatalosan a főműsor időben nyomnak. Főleg azért, és ezekből a videókból is látszik, mert ez őszinte. Tehát annyiszor kapjuk azt, most akkor visszatérve a játékiparban, ez a legjobb játék a világon, a legjobb grafikája van, a grafikus motorja ilyen meg ilyen jó dolgokat tud, ez mind nem igaz valójában. A grafikáról olyan beszélni, mintha egy festményről beszélgetnénk. Vagy tetszik, vagy nem tetszik. A grafikus motornak semmi köze az, amit a játék valójában csinál, csak egy könnyű újságírói fordulat. És kicsit azt érezzük a szaksajtóban, ahogy előbb mondtad, hogy hát ilyen vagy burkolt reklám, vagy a állásunk féltése, hogy jaj, mi lesz, hogyha megérik, hogy ez a játék iszonyatosan, de nagyon rossz. És használhatatlan, és akármilyen sokat adott bele XY cég, hogy a PR kampány úgy beszélni a játékról, mint a zseniális lenne, egyébként erre láthatunk példákat a weboldalon is, ez a játék korán sem ér annyit, tehát, hogy logikusan sokkal kevésbé elfogadható nekünk játékosoknak, mint amennyire ezt a sajtó mutatja. Nem, és erre egy nagyon jó példa, nagyon jó katalizátor. Kérdeztem meg ugye a Freddy D-től, hogy vannak-e az oldalon mainstream játékok, és hogy esetleg mainstream játékokat, most megjelenő játékokat, azokat mondjuk kritizál-e, és nem is követtem végig a munkásságát egyébként. Vannak ilyen játékok? Videó még nincsen ilyen játékokról, de van szó ilyen játékokról, és nagyon okosan van szó. Tehát
A Freddie Dinnél egy olyan újságírást láthatunk, bár ő nem újságíróként prezentálja magát, és ez nem is baj. Egy olyan típusú véleményt láthatunk, amit mondjuk így a baráti társaságban szoktunk hallani. Tehát én magam is gyakorló kritikus vagyok, és azt gondolom, hogy a kritikusokra nem kell hallgatni. Azok valami őrültek, akik azt gondolják magukra, hogy ők mindenhez értenek, és akkor már jól megmondják a tutit. Nem így van, javaslatokat tehetnek meg. Ha már ismerjük egy kicsit az ízlésüket, mondjuk Freddie D. ízlését, akkor adhatunk a véleményére. Ugyanígy van a baráti társaságban. Együtt sörözünk, barozunk, vagy akármit csinálunk, iszogatunk, és akkor valaki azt mondja, hogy ez meg ez a film szerinte rossz. És akkor vagy elhisszük, hogy rossz, mert ismerjük az eddig ízlését, és jónak tartjuk a érveit, mondjuk ez Tarantinónak egy viszonylag kései és gyengébb alkotása, vagy akárki másnak, Jancsó Miklósnak, és... Már öt mutattál aktuális filmekre, igen zárójel bezárva. Aktuális, ezek aktuális rendezők. Vagy pedig nem fogadjuk el. Freddie D. rengetegszer bizonyította ezekben a eszted meg filéres játékokban, amit a nagymama szokott megvenni a unokának, vagy kitúrunk a áruház bejáratánál lévő dobozból, és tényleg az a 980 forint az erre elment, hogy ő megbízható. Tehát lehet, hogy neki a jövőben egy ilyen őszinte megmondás lenne a szerepe. Tehát, hogy aki nem fekszik le a megfelelő cégeknek, és talán egy... Egyébként megnézni, most mondtál egyébként egy sorozatnevet, egy terméknevet, hogy jól emlékszem, az a sorozat egyébként, most nem szeretném újra kimondani, ez pont régebbi játékokat ad ki újra, tehát ott talán annyira nem jellemző. Szerencsére sok ilyen sorozat van. Nem szeretni, tehát sok ilyen sorozat van, így van, nem menjünk most igazából. Igen, és a sorozatoknak, hogy most kicsit restituáljam az előző mondhatót, rengeteg előnye van. Ezek a játékok amúgy megfizetetlenek, mint már mondtam, és rengeteg jó játékhoz tudunk így hozzájutni. Csak oda kell figyelni, hogy a piac ezeket be tudja fogadni. Rengetegszer Freddie D. nem a játékmechanikát kifogásolja, hanem a prezentációt, mondjuk egy rossz fordítást, és erre oda kell figyelni, hogy egy minőségi terméket kapjon a vásárló. Picikét visszakanyarodva ahhoz, amit mondtál, abban korábban beszéltem volna csimpaszkodni, hogy bizony nagyon sokan vagyunk mi videójáték újságírók, akik féltjük ugye az állásunkat, és nem merjük megmondani azt, hogy már pedig ez a ugye a király mesztelen, vagy ugye, hogyan is kiáltott fel az az ifjú. Tehát igen, tehát itt a pucér királyt azt nehezen mondjuk ki, és hát érdekes módon pont ehhez a rossz játék rosszpecijátékok.blog.hu oldalhoz kötődő másik oldalon találkoztam nemrégiben egy olyan videóval, ami éppen egy közelmúltban zajló eseményről tudósított, és hát ott fehéren feketén megmondták azt, hogy ezen aztán Budapest Game Show volt a neve, hogy ott bizony háromszor volt áramszünet, lefagytak ugye a számítógépek, meg ugye a konzolok, és hát, hogy ki kellett vinni az Xbox 360-okat, ki kellett dobálni, mert ugye rosszul volt az egész előkészítve. Na most mondom, egy munkáját féltő újságíró ezt valószínűleg nem fogja elmondani, és nem fogja leírni, és legfőképpen egy tévéadásban nem fogja elmondani a nézőközönségnek, hogy ugye ilyesmi előfordulhatott, hanem mindenki örül annak, hogy hú, de jó, végre volt legalább egy ilyen, hogy ugye Budapest Game Show, és akkor mindenki majd szépen ajnározni fogja azokat a játékokat. És itt pedig valóban van egy ilyen, hogy hát kérem szépen, ebben már valaki beletol sok-sok pénzt, itt már valaki azt szeretné, hogy itt egy fogyasztói kultúra kialakuljon, itt a fiatalok, vagy nem is fiatalok, mindegy, tehát a játékok célközönségéből fogyasztókat szeretnének nevelni, és ezeknek a fogyasztóknak igényeik vannak. Ne hagyjuk annyiban, hogy lecsapja az áramot, hogy kidobjuk, hogy ez most így nem működik. Ez egy kicsit ugyanolyan, mint hogyha 100 évvel ezelőtt az első mozi leégett volna az első filmvetítésen. Ettől még a mozi ugyanolyan dicsőséges pályát járt volna be Párizsban, Tájföldön vagy Budapesten. Kezdeti nehézségek. Csak, ahogy nagyon jól mondtad, a kezdeti nehézségeknél is oda kell figyelni. Tehát rossz terméket ne hagyjanak, semmiképpen ne hagyjanak. És ne próbálják meg elhitetni velünk, nagyon jó példák ezek a videók, hogy minden videójáték egyformán jó és tökéletes. Nem emlékszem, hogy elhangzik-e Freddie D. szájából, de ez egy ilyen közismert tény, aki már valaki nyitott számítógépes újságot vagy weboldalt, szerte a világon, ez most nem csak magyar példa, az láthatja, hogy az értékelések 80%-nál kezdődnek általában. Valami 83% kapott egy külföldi vagy egy magyar újságnál, az már katasztrofálisan rossz játéknak számít elvileg. Ez nem így működik. Rettenetően félnek 1-2%-ot, 10%-ot adni egy játéknak, pedig megérdemli rengeteg.
Ezzel viszont érdekes módon mondjuk azért vitatkozom, mert alapból ezt az egész rendszert kidobnám a fenébe, már elnézést, tehát ugye engem ez a százalékos dolog